Hát üdv neked, hello, szia! Én Csipesz vagyok, és ez itt az Ultimate Solo Survivor sorozatom 16. epizódja. Először is kérlek, ne röhög ki a fejem, meg kellett nyilatkozzak, mert hát a nenihez kellett haj. Fura, de az egyik dolog, ami kell hozzá, az ilyen humán haj. Akkor valószínűleg csak parókát hord. Na mindegy. A mai részben az eredeti terveim ellenére egy teljesen más dolgot fogok csinálni. Meglátogatom az első dungeont, amit a Scorched szériámnak a második epizódjában megtaláltam. Az eredeti tervem nem ez volt, csak rájöttem, hogy az előző rész miről is szólt valójában. Tamingről. És az az előtti, hát... Tamingről. Igen, ez is majdnem egy olyan lett, hogy Dire Wolfokat keresek és tamingelek. Már majdnem belekezdtem az ollózásba, mikor rájöttem, hogy ez így teljesen érdektelen lesz, így hát kukáztam az egészet és most így állunk. És hogy nem maradjatok végül is üres szemmel, hoztam nektek egy kis formás popót. Ezt csekkolt haver, mint két szép buborék. Ez a fúvókás buborék. Viszont lássuk végre, mi változott az előző rész óta, aztán jöhet az intro, és aztán a gameplay. Nos, állatok tekintetében nem sok, lett egy ilyen szép kis ankilom, szarstatokkal. Kicsit így kibővítettem a bázist, annyira nem, csináltam egy védelmet, mert ilyen szemét állatok, mint például az a Thorny Dragon is, onnan fentről így potyogtak lefele a nyakamba, és folyamatosan zabálták meg a kis társaimat, visszatért Schwarz is, valamint átálltam zöld energiára. Ja, és végül, de nem utolsó sorban, ezt a két Dire Wolfot sikerült befognom, az egyik egy 150-es volt, a másik pedig egy 140-es, female és male-ben természetesen, és akkor ez a rész, ja várjátok, most jön az intro. Nos hát először is, még mielőtt nagyon neki látnánk az egésznek, fogjuk és a két farkasunkat, amit már ugye befogtunk, ő volt a 150-es neki, igazából elég szarstatjaik vannak, tehát neki is a kajája lett a legjobb, neki viszont a damage lett a legjobb, ennek nagyon örülök, remélem, hogy majd a kis utódok tőle fogják kirőkölni a damage-et és tőle a HP-t, így kiindulási pontnak egyébként nem lesz olyan nehéz. Egyébként majd ugye a rész során majd mesélni fogok ezekről az állatokról, hogy mit tudnak meg, mit nem. Igazából nyereg nélkül meg lehet őket szépen ülni, és akkor lehet velük aprítani. És ja, össze is úgymond eresztem őket, hogy legyen valami kis bébink, és akkor amíg ők itt párosodnak, illetve megszületik a kis farkas, addig itt egy pár dolgot szeretnék elmondani, és közben így felfedezek, hát ha esetleg találok közben másik ilyen baby bogyót. Na hát, amíg itt nekünk a kis farkasaink, a kis Dire Wolfunk megszületik az anyja pociából, addig itt van egy pár percem elmondani egy nagyon fontos dolgot, szóval jól figyelj, egy kicsit így izgulok, mert lehet, hogy össze fog akadni a nyelvem párszor, de most megpróbálom egy tüdőből, na jó, nem egy tüdőből, de gyorsan elmondani. Úgy érthetően. Az előző részben, amiben ilyen Dire Wolfokat kerestem, amit ugye végül nem töltöttem fel, volt egy ilyen kisebb monológom, amit úgy gondoltam, hogy újra elmondok, mert ugye fontosnak érzem, ahogy az előbb említettem. Ugye mióta elindult az ARK sorozatom, azóta a feliratkozói szám is szépen növekszik, és eddig mindig csak egy köszönömmel fejeztem ki azt, hogy néztek engem, hallgatjátok azt, amit hadoválok itt közben, és játszok. És végső soron érdekel titeket, amit itt YouTube-on csinálok. Ennek nagyon örülök, köszi szépen még egyszer. Na most gondolkodtam már sokat azon, hogy hogyan tudnám ezt még jobban honorálni nektek, azon kívül, hogy töltögetem fel ide az újabb és újabb részeket ide a YouTube-ra. Már is a lecsóba vágok, de előtte szeretnék elmondani, hogy ha már körvonalazódott bennem ez az egész terv, amit majd most el fogok mondani, akkor erről lesz egy ilyen külön kis pár perces videó is. És nos, arra gondoltam, hogy majd szeretnék egy olyan kis videót csinálni, amiben majd ti is részt vehettek, illetve ti is részt fogtok venni, hogyha jelentkeztek, persze csak ha akartok. Ez is egy ilyen arkos videó lesz természetesen, de egy kicsit más témájú, mint a mostaniak.
egy olyasfajta eventre gondoltam, aminek nem csak a szórakoztatás lesz a célja, hanem természetesen lesz egy vagy egy csapat, aki díjat is kap majd a fáradalmaért. Erre az említett díjra nem sokább ki is térek. Ez egyfajta ilyen kisebb PvP eventre gondoltam, amiben nem egymással kell majd úgymond dulakodnotok, legalábbis nem az egész mappon, hanem úgymond ellenem. Természetesen lesznek majd szabályok, például aki hátráltatja valamilyen módon az egyik csapatot a map bármely más pontján, az ki lesz ebből az eventből zárva. Én is például csak spektátor módban leszek jelen, mint egy focis kommentátor, és ebből készül majd egy videó. Nagyjából egy ilyen alánarrált videóra gondoltam, amit egy ilyen kisebb poénokkal megtűzdelek, illetve majd ti lesztek úgymond a főszereplői. Nagyjából ez a terv, hogy fogok mondjuk egy mappot, a Ragnarökköt például, és amin én építek egy bázist, és ezt kell úgymond bevennetek. Még a teljes terv nincsen kész, de az első játékos vagy csapat, aki bejut a bázisra és eléri az ászlóig, az fog nyerni. Itt egy csapat alatt max 2 főre gondolok, de a részletekről majd később, dióhéjban ez így ennyi. A nyeremény alatt pedig arra gondoltam, hogy a nyertesnek egy 50 eurós Steam gift cardot adok, hogyha ketten vagytok, akkor két 25 eurósat fogok adni, amiket persze átruházhattok a társatokra, vagy hogyha olyan lágy a szíved, akkor fel is ajánlhatod másnak, ezt teljesen rád bízom majd. Viszont jöhet a kérdés, hogy akkor mi is lesz azokkal, akik nem Steamen játszanak, hanem mondjuk PlayStationon, Xboxon, Epic Games-en, Switchen, stb. Nem is tudom hány platformon van ez a játék. Hát igen, ez még nekem is egy nagy kérdője, hogy hogyan ne maradjon ki senki, de mint említettem, ez a terv még ugye nem teljes. Annyira meg nem dagab nekem sem a zsebem a sok pénztől, hogy minden platformon rendezzek egy eventet, lévén, hogy például nincs se PlayStationom, se Epic Games-es verzióm. Illetve itt még egy kérdés merülhet fel, hogy ez mikor is lesz. Hát eredetileg, amikor kitaláltam ezt az egészet, amikor bejött ez az ötlet, akkor úgy gondoltam, hogy ha a csatorna majd eléri az 500 feliratkozót, akkor lesz ez megrendezve, illetve meghirdetve, de mivel olyan tempóban halad ez a szám, ez így kb. Esélytelen, így gondoltam, hogy körülbelül akkorra teszem, amikor az Ark felújított változata, az Ascended piacra kerül majd, vagy közvetlen előtte, tehát előre láthatólag szeptemberben. Persze nem kötelezek senkit, hogy mire költse azt a gift cardot, a lényeg, hogy az előtt lesz megrendezve. Viszont, hogyha bármiféle ötleted van, akkor kérlek ezt írd le kommentben, hát ha tudok belőle valamit mazsolázni, és előrébb lendíteni ezt az egész ügyet, hogy minél hamarabb megrendezhessem ezt. Hát így dióhéjban ennyi, hogyha ezzel kapcsolatban valami kérdés merült volna fel, akkor ezt is írd meg nyugodtan, én igyekszem majd válaszolni, és remélem jó ötletnek tartod ezt az egészet, ha nem, akkor akkor azt is írd le. Na jó van, itt még elrepülgetek egy kicsit, aztán visszamegyek a babyhez, megnézem mi újság van. Nos, hogy miután már ezt így elmondtam nektek, remélem tetszik az ötlet. Közben majdnem ki is nőtt már itt a hajam, és hát szeretném megmutatni azt, ami ugye kisült a kis Dire Wolfokból. Ezt a részét ugye kivágtam, mikor ezt így úgymond beklémeltem, mert pofáztam, és 3 vagy 4-szer kellett újrakezdenem az egész mondandómat, mire el tudtam végre mondani, ugyanis jött a futár, ugatott a kutya, ordibáltak a gyerekek az utcán, stb. Na mindegy, remélem tetszett az ötlet, és itt van a kis Dire Wolfunk, aki 225-ösen jött ki az anyja pociából, és sajnos csak a HP-t örökölte, a nagyobb HP-t, illetve a nagyobb staminát aputól, viszont én nem elégszek meg így mond ennyivel, hanem majd a kisebbik tesója, remélem majd még 2 perc van hátra, hogy a mételésig, hát remélem, hogy ő valamennyivel úgymond jobb lesz. És hát megvárom, míg kireggeledik, megvárom, míg a másik megszületik, felnevelem őt meg a másikat is, és ha jó statja lesz, ha nem jó, csak reménykedem, elindulok szépen arra délfele, az éjszak. Arra délfele. Közben van itt egy nagyon érdekes dolog ebben a inkubátorban. Nem tudom, hogy ez csak az S-pluszosban van-e vagy nem, de van itt egy ilyen gestation monitoring. Hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor kapunk oda a jobb alsó sarokba egy ilyen kis cumis buffot, ami azt jelenti, hogy ha megnézzük éppen a terhes anyukának, hogy meg tudjuk nézni előre, hogy milyen lesz a kis kölyke, úgy, hogyha rajtunk van ez a buff, akkor megjelenik itt egy új menü, és akkor
meg lehet nézni itt a kis embriót, hogy milyen statjai lesznek ugye végső soron, és ennek nagyon-nagyon-nagyon tudok örülni. Kislány fog születni, de nagy damage-el, nagy HP-val és nagy energy-vel, szóval tökéletes lesz, amint megszületik és felnevelődik, indulhat a móka és kacagás! Nos, a kis farkasaink felnevelődtek, ugyan közben eszembe jutott, hogy igazából nincsenek még sajnos szintezve, gyakorlatilag csak ezt az egy-két passzív skillt, szintet kapták meg, amit én így közben kaptam rájuk, és nem tudom, hogy miért nem ő a pack leader, mikor, ja lehet, hogy azért, mert nem ő a legnagyobb szintű, aha, igazából tök mindegy. Viszont ugye mondtam, hogy hova indulunk így gyakorlatilag, és én ugyan kitanultam itt ebben a ezt az antidótot, vagy mi isten nyilát a denevérek ellen, viszont ehhez nincsen leech bloodunk, vagy olyan hornunk, se mushroomunk, szóval szurkoljatok, hogy a denevérek ne harapjanak meg ideje korán, és még ezt a maradék pár cuccot így kidobálom magamtól, ami esetleg nem kell, hogy feleslegesen ne terheljem le a wolfokat, illetve egy kicsit jobban felszerelkezek, ami azt jelenti, hogy mondjuk csinálok ja, nincsen még tűzhelyem se, fasza, szóval csinálok ilyen HP töltőt, meg viszek kaját, feltöltöm a palackot, stb. Nagyja az megvan, amit akartam, viszont a biztonság kedvéért viszek ja, itt van, ilyen kriopodokat is, ugyanis nem vagyok teljesen benne biztos, hogy túl fogja akármelyik is élni, mármint ugye a farkasok közül, hogyha valamelyik nagyon bajban van, akkor elteszem őt, ne veszítsük már el egyből, ugyanis ugye nekik nincs nyergük, és pech lenne, hogyha azokat elveszíteném. Na, amíg itt én húzogatom itt nekik a szintjeiket, addig gyorsan még hagyd mondjam el ezeknek a Dire Wolfoknak ezeket a milyen képességeik vannak, úgymond. Hát az első és legfontosabb például az, hogy nem kell hozzájuk semmilyenféle nyereg. Mint láthatjátok, szőrinél fogva meg lehet ülni őket. Ezen kívül a pack leader tud így vonyítani, akinek így a neve alatt ott van, hogy pack leader, ilyen sárgán. Hogyha ő vonyít, akkor ilyen bizonyos ideig ott 50% damage bónuszt ad, és 25%-a kevesebbet sebződnek a farkasaink. És ezen kívül vannak ezek a kis kék számok, mint például itt ez a plusz 3. Egyenként ugye ez plusz 5% damage bónuszt ad. És ez ugye attól függ, hogy mekkora a falka maga, tehát annyival, tehát minél több van, annál többet ad. Ezen kívül a C gombbal pedig minden élőlényt ki lehet így szaglászni, még azt, ami rejtett is, például Purloviát, vagy ilyesmiket, vagy legyen ez egy player, akár egy rejtett képben, vagy bárhol ugye a közelben. Ezen kívül persze még ugye mutatja így alapból a sebzett állatokat, vagy játékosokat, minél pirosabb, annál kevesebb az élete, és hogyha fehér, akkor meghalt, és aki, hogyha mondjuk egy másik mappon, mondjuk egy dzsungelben valaki, egy player el akar rejtőzködni előled, hogy PvP szerveren tegyük fel, akkor lehet látni ezekkel a kis markerekkel, hogy merre járnak, ha nincsenek full HP-n. Még egy érdekes skillje van neki, amit nem hiszem, hogy be tudok mutatni itt, de ugyanezzel a szaglással, amit mondtam ez a C gombbal, az Explorer nótokat is fel lehet fedezni, ami így nagyon királyul hangzik, szóval majd én itt offline szerintem ezeket meg fogom itt keresgetni. Anyuci a pack leader, aki 241-es, ez pedig 230. Arra vagyok kíváncsi, hogy át megkapja ez a farkas a pack leader posztot, hogyha utolérem ezt szintben. Közben nekik is itten kiosztom a szinteket, még például neki nincsen csak 5000 élete, vagy hogy annyi. Nem kevés volt. Megölünk mindent, ami az utunkba kerül. Jöjjön az XP, mint a vadállat. Ezt a kengút is. Lalalalalala. Nincs ellenfelem a mappon, úgy érzem. Ugye mennyivel jobb ez így, hogy igazából nektek még csak egy pár perc telt el, de hogy nem témedünk, hanem gyepálunk itt mindent. Kinyírjuk az egész Morellat, vagy a Scorched Earth populációját. Vagy én most itten block, roadblock van. Az elementál. Na figyeljétek, megpróbálom ezt az elementált legyőzni, nem tudom mekkorákat fogok rá csapkodni. Ha kicsiket, akkor passzívra fújjam őket, és eliszkolok innen a picsába. Hát
passzív, és akkor gyertek csak. Igen, egy elementál az még kicsikét kemény dió lenne. Szóval eliszkolunk innét. De megpróbáltuk. Lassan meg is érkezek abba a völgybe, ahol a múltkor befogtuk az Argenta vízt, ugye? Igen. És úgy gondoltam, hogy ott gyakorlatilag semmit nem jártam be. Ez egy tök jó hely lesz arra, hogy ottan fejlődgessek, mert vannak ott ilyen egész érdekes dolgok, amiket le lehet nyírni. És remélem jó XP-t fognak adni. És egyébként igen, közben már maga a líder lett a pack líder, neki van ugye a legtöbb szintje. És mi az Isten? Egy nap 11 óra 56 perc és 30 másodperces cooldown timer kaptam az üvöltésre. Az ez egy derék, hello. Nice. Várja már, ezt ki kell próbálni, úgyhogy elteszem és kidobom újra. Ez biztos annyi? Ez egy kicsikét nekem nagyon soknak tűnik, hello. Meg nincs rajta timer, oké. Okay. Ezért volnék kíváncsi, hogy hanyas szintű a Jutirannus, ami valahol itt kell, hogy legyen. Ott van. 110-es. Na. Ó, mikro! Ne! Jó, oké, megölt a helyzet. Segítsetek! Segítsetek, Lici! Hello! Barátaim! Meg fogok dögleni! Hú, bazd meg! Hú! Kurva élet! Elfírelte őket. Hú! Aj, de megszívtam. Nem, hogy tele van a zsákja benne. Gyertek, come on! Gyerünk! Hol a harmadik? Gyere már! Gyertek! Van itt még egy elementál, gyertek már! Ez az, egy, kettő. Ezt fel kell. Ó, megint egy szép színű tigris. Mindegy, meghalt. Még a ketrec ott van. De már a kardon nincs benne. Na jó, hát lehet, nem itt fogok lent szambázni. Nem tudom, hogy milyen időjárás jön. Megpróbálok kimenni a sivatagba. És túlélni, hogyha szar időjárás jön. Ja. Nagyjából kipakoltam ő... Nálad mi van ilyen... Ja, téged mi nem pakoltalak ki. Szóval túl sok szintet nem kaptak ők még. Azért megyek itt körbe a sivatagban, mert kint van egy csomó ilyen vadállat, amit így meg lehet így szépen gyepálni. Én szépen fogom magam és így a mapon így körbe, hát körbe megyek, és ölök ilyen mantiszokat. Azt ott fenn nem akarom, ott volt egy vivern az előbb. És addig fejlődök velük, megjavítom a ruhát. Aztán irány a dungeon. Ja, meg persze lepakolom a sok bőrt, meg minden cuccot. Szerintem így attól, hogy melegem van és ilyen heat stroke-om, gyakorlatilag úgy nézek ki, mintha mennybe kerültem volna, mint minden olyan fehér. És igazából csak kint vagyok a sivatag szélén. Na, visszatértem itt a bázisra, és közben kinőtt már a hajam is, meg a szakállam is. Viszont itt történt egy kis úgymond baleset, miközben én itt jöttem hazafele itten a bázisra vissza a sivatagon keresztül, valamilyen módon leállítódott a felvétel, de igazából nem maradtatok le túl sok mindenről. Egyszerűen, hát kb. Negyed órány így ilyen barangolás és pofázás így ment a levesbe, és mindegy, lényeg itt vagyunk, de nem történt semmi olyan említésre méltó. Szóval, nos, le is jöttem ide a sivatagba, és talán már lehet sejtésed azzal kapcsolatban, hogy én miért is jövök én úgymond itt a sivatagon keresztül. Van egy lény, amivel még nem találkoztam, és nagyon szerettem volna találkozni ebben a részben így pluszba, de sajnos
Sajnos egyszerűen nem jött még elő. Ez a dolog nem más, mint a Deathworm. Van egy ilyen állat, amit csak itt a sivatagban spawnolhat, és nagyon vagány, ahogy előjön, illetve nagyon sok XP-t is ad, és ezen kívül még egy csomó más úgymond bónusza is van. Például dob nekünk nagyon jó kis ilyen Deathworm, ilyen szarvat végül is, ami nekünk például nagyon jó jönne az antidóthoz, ugye amit mondtam. Amit sajnos nem bírtam lecraftolni, és mivel ebben a, ezen a mappon nincsen az a Woolly Rhino, kénytelen lennék egy olyat gyilkolászni, de hát hogyha egy se jön elő, akkor nem tudok mit csinálni. Na mindegy, hát így jártam. Nem lehet mindig jól járni, ugye? Mi az Isten nyila? Mit keres ott egy Wyvern? De hál' Istennek csak Poison Wyvern. Jó messzi elkószálnak egyébként a helyükről, ez így egyre, ez így elég veszélyes. Mindegy, megöljük és akkor kapunk belőle sok XP-t. A Wyvern-t le kéne győzni. Csak nagyon veszélyes a Poison Wyvern, ugyanaz az összes többi, például a villám is, a tűz is, az első sorban az állatot sebzi, amin ülünk, kivéve a Poison, azt hiszem, legalábbis ezen a mapon biztos így van. Ugyanis ő ilyen területi mérgezést köpköd, és ha az eltalál minket, akkor nagyon gyorsan lebírja. Szerintem kettőbe bele is halnék körülbelül. Gyere, gyere, gyere. Mantiszokat most... Azaz. Leszállt, leszállt, leszállt. Gyertek, farkasok! Megtámadjuk őket, és a győt. Remélem szerencsével járok. Azaz. Hallod, ez sima liba lesz. Én ezreket sebzek bele. Ott volt az első poison lövés. Hopp, 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 miss, 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 miss. Hopp, itt az első méreg, ez egy szar, abban nem kéne belemennem. Állatokat is sebzik. Azaz, pont elébe köpött. Látjátok, fél HP-m oda is van. Hú, és itt a sivatag balig látszódik a... A Poison-nek a felhője, hogy hova is lőtte el pontosan. Jó lenne, ha nem engem követnél. Ez az, még én eltalált. Ne, 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 légy színe! Száz élete van! Csapjátok már le, léci! Hú, még egy poison felhő. Remélem nem ugrok pont bele. Azt a... Ne, nem, 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 az a szar! Bazd meg! Nem akart lőni. Hé, ne egyétek meg ilyen gyorsan! Nekem ebből kellene cuccok. Na, most, hogy kiürítettem a kis inventóriukat ezeknek az állatoknak, azt hiszem kezdődhet a menet, és nem hoztam fáklyát. Ú, most ilyen rohadt sötétbe kell majd itt bent vacakolnom. Egyébként igen, rájöttem, hogy itt a farkasról lehet így lődözni. Mindegy, hát, hogyha itt benne a barlangban valamennyivel világosabban lesz, például most egy fingom nincs, hogy hol vagyok. Aha, megvan. És akkor ebben a dungeonben annyit néztem, csak így utólag, persze miután megtaláltam, hogy hol is van pontosan a bejárata, hogy hát nagyon nem kéne leesni ilyen széleken, mert itt van egy szakadék, amiben egy gyakorlatilag bele lehet zuhanni. Mondjuk lehet, hogy az egyiküket hátra kellett volna hagyni, hogy legyen valami alapom, amiből breederek, vagy valami, de mindegy, most már így jártam. Ja, jó van, van itt fény itten, nagyon csodálatos ez a hely, te. Vagy majd lángszóróval megyek, és akkor ezzel majd világítok, mit szóltok hozzá. Amint közelebb jönnek.
megoldják maguknak, most nekem kell megoldanom. Hogy egy pillanatra leszállok, itt lenézek, hogy szerintem ez egy olyan szakadék, és nem. Ajaj! Nem, az még nem, nem egy olyan szakadék, viszont nem kockáztatok, nem megyek annyira. Szerintem az egy rövidítés lenne valójában. Legalábbis befele. Nem bírom ráfütyülni, mert meg a farkasokat, a állatokra. Az anyádod mindeniségi, de megijedtem te rohadék Artropolera! Egyből leköpte rólunk a armort. Ó, csezd meg. Mindegy, ideben nincs annyira meleg. Legalábbis még ezen a helyen nincs. Mondjuk szerintem ti se láttok sokkal többet. Mit szóltok, hogyha maximum gamma 3-at írok be, így? Nem azért, mert nem hoztam fáklyát. Tudok gyártani fáklyát? Egy pillanat. Torcs. Nincs flintstone és egy fa kéne hozzá. Még flintet meg stone-t itt biztos bírnék szedni. Dungeonon belül, de most csak a videó felvétel miatt használom a gamma 3-at, meg persze jó esik nekem is. itt már vannak ám állatok. Oda nézzetek. Mondjuk nem túl nagy szintűek. 10, 20, 25, 50, 55 a maximum. Jó, annyira nem tűnik veszélyesnek egyébként ez a dungeon, legalábbis eddig. Jaj! Kicsi szintűek a mobok is. Nekem sanszos nagy... Aha, ott van hátul. Gyere csak, olyan nagy pak lídernek képzeled magad, akkor te miért nem vagy líder? Miért nem mész elől? Ha ezzel fog elmenni az összes idő, hogy én itt dobálom ki itt a húsokat, meg a kitint, meg a tököm tudja mit, ezeket a nehéz dolgokat, be is szarok. Aha, na itt már az elég szakadéknak néz ki egyébként. Ennyi az anyádat, de megijedtem. Még egyszer megijedtem. Mondjuk lehet, hogy most az a baj, a hide az nagyon fog kelleni. Később. Aha. Fütyültem nektek! Nem, nem érdekeltiteket? Akkor menjetek oda. És onnan támadjatok. Nem, ők nem, ők leszarják, na azért. Azt hiszem, hogy az én, amin ülök, magán a líderen ugye, ő nem kap semmi. Nem kap semmilyen buffot így, mert ők így tüzelnek, vagy mit, hogy mondjam, látjátok, így füstölnek, magyarul kapják a buffot, de ő nem. Na, persze! Olyan helyet nem nagyon akarok bevállalni, hogy jumpolgatni kell, csak így a látatlanba. Oh! Roggólem, van roggólem! Jól láttam én az előbb. Bazd meg! De csak 4000 élete van, de... Na most én is füstölök. Lá-lá-lá! Jó, ezt eldobta felettünk. Nice. Hát azt haladhatjátok egy jó ideig, mert azt nem nagyon tud lehet úgy szétszedni, csak... Ha én szétszedem így kőre, meg kristályra, meg minden szarra. Na végre. Itt a felét már kidobáltam. Jó sok cuccot ad egyébként, nagyon sok olajat, meg mindent. Akkor lehet, hogy valószínűleg... Tehát lehetőséges, hogy a sima gólemek is tudnak ilyet. Viszont itt még mielőtt így talpon tovább mennék, illetve farkasokkal tovább mennék, az biztos, hogy átugorható ez a hely. Ó, ott van lent egy piros lút. Anyás. Mi a fasz? Miért van ott egy piros lút, hogyha így meghalok? Na bazd meg!
Jó van, hát nem baj. Lekraftolok még egy pár itemet. Ez így fasza. A jó édes... Na jó. A dungeon bejáratna találkozunk. Mi a gecit keres itt egy artropolera? Hagyjál már, alig kraftolom rá egy pár cuccomat, hallod? Mit keres itt egy artropolera? Mi az anyám kínja történik ebben a játékban manapság, kérem szépen? Hallod, mész innen, hát mit képzelsz te magadról, honnan jöttél? Jézusom! A hidegráz egyébként alapból lett ezektől az állatoktól. Meg még ideig merészkedik, hát beszarok. Hú, benn meg. Jerboám is oda van természetesen. És akkor itt jöttem. Jaj! Mész innen! Nem akarlak titeket látni! Ne már! Isten verje meg ezt a játékot! Oké. Okay. Semmi baj. Hozni kell a karnót. Zével. Sőt, most csak karnót viszek. Meg azt a maradék egy darab, egy darab izém marad csak. Kriapodom. Hú, csend meg. Ezt a lootot megpróbálom itt megnézni, de én nem hiszem, hogy oda bírok pont ugrani. Összön lent itt megnézem, van-e valami veszély. Aha, például az a kígyó ott. Hát bocsánat, hogy így elbénáztam az egészet. Esküszöm, hogy nem volt szándékos. De valahogy akkor is abszolválni fogom én ezt a dungeont. Hatodik, ha szakad. Az Argenta visz meg kihagytam, bazd. Remélem felvillan nem sokára az a, az, az üzenet, hogy meghalt egy, egy hangyám, hangyától. Ez meg mi a tököm ez a loot, úristen? Tarni Dragon Saddle, meg Blueprint, ez egy boomerang. Hát ez remek egyszerűen, tökéletes. Egyszerűen, ez te jó. Még abba reménykedek, hogy a hullám az nem esett le nagyon. Nem itt ezen a részen. Mert ez oké, hanem a későbbi részem. Nem esetlen nagyon, és a grappling hookkal felbírom húzni. De hogy ez milyen tökön bug volt, vagy mit csinált ez a játék, vagy csak szivattak direkt a készítők, ezt így belerakták? Mert én ezt így nem olvastam igazából sehol. De meg halljatok már meg, hát mindjárt meghal a karnóm is. Légy szíves. Úristen, 1200 élete maradt, és hajnal jön ilyen sok mantis. Pusztuljatok meg, pusztuljatok meg. Szóval ott jártam egyébként körülbelül ezelőtt fél órával, vagy nem tudom mikor. Hogy megpróbáltam oda lemenni a piros loothoz, és egyszerűen nem tudom, hogy ez most miért. Ez tuti, hogy valami szivatás, bazd meg. Megpróbáljuk egy kicsit innen lentebbről. Nem tudom, hogy egyébként a... Nem a hullát sikerült. Akkor oda le lehet valahogy jutni? Ó, te jó Isten, remélem csak egyetlen egyet kell ugrani, remélem. Ez az! Ez meg is halt. Kurva jó az a játék, bazd meg! Direwolf, az level up, de jó neki! A másik meg meghalt a faszomban, aminek a legnagyobb szintje volt és a legerősebb. Na, mindegy. Ne! Ah! Oh, oh, túléltem! Itt többet is kell ugrani. Hát ez kurva jó van. Igen, ott látok valami lefele irányuló helyet. Megpróbálom ezzel visszaszerezni a cuccaimat, mert az nagyon fontos lenne, de... Hú, ez így dobog a szívem, mint a rohadás. Ah! Oh, sikerült. Sikerült átugrani ide. Új, a kacota! A szoba vezet. Mi a picsa van már? Állj, ne állj már meg szarni! Beszart a farkas. Na, itt se lehet jutni valószínűleg. Uha! Óvatosan kell azért nagyon itten szambáznom, mert... Még a szakadék még mindig itt van. Ah, legalább az artifakt megvan. Ez
válasz. Akkor azt ki is szedjem, szedem az artefaktot. Remélem atombomba robban, mikor izé... Ó, az mi volt? Valami skin. Scorch skin, fasza. Az ezek az elementálok nem fognak vissza gubózni. Vagy ez a baj, hogy nagyon korán van. Mármint itten nekem. Vagy csak egyszerűen még szimplán ilyen béna vagyok, de... Vagy meg attól, hogy ez istenbe kell lemenni? Ezt most már meg kell néznem netemben, meg mert ezt nem hiszem el. Hogy oda hogy kell lemenni. Szivatós jó anyját ennek a mapkészítőnek, aki kitalálta. Mert ott csak vissza lehet felül jutni. Megpróbáljuk onnan? Jó, oké. Megpróbálom innen is, hogyha nem sikerül, akkor... Egyszerűen nem tudom, mi van. Hát még... A Mantis is ott van. És meghalok. Hát megnéztem azt a interneten azt a droppot, az egy csapda gyakorlatilag, és szerintem nyeljen le egy egész rohadt majom seggedben meg az, aki kitalálta azt, hogy azt oda kell tenni. Jézus Isten. Gyakorlatilag felszerelésem már nincs, amivel el tudnék menni, max egy ilyen Brexel, amit már itt nagyjából fel is nőttek azóta, fasza. Egy kicsit rage-eltem. Oda van az artifakt is most már. Egyetlen madarunk az a Betty maradt. Visszamegyek az utcaimért. Aztán sírok egyet és nyalogatom a sebeimet és kibridelek még egy farkast, hogy tököm tudja mi lesz. Itten felrobbantam a világot egy atombombát. Hú! Ez egy nagyon személy dungeon. Hallod? Egyszerűen nem hiszem el. Ez egy képtelenség. Sok jó lootom, oda van. Még annyit megpróbálok, hogy grappling hookkal kihúzom, akkor még azt craftolok. Hát, a régi hullám oda van, úgy látom, legalábbis, hogy ez meg bebugolt a textúrába, és szarok. Megpróbálom esetleg azt, bár nála semmi nincsen. A lényeg, hogy meg tudom mutatni legalább azt rajta, ott van. Hogy így fel lehet húzni gyakorlatilag így a hullát. Ez volt az elképzelésem nekem is. Legalább a kardót meg a tapajárát visszaszereztem. Még jó, hogy kipróbáltam. Úristen, azt a jó eget, mi történt volna, hogy... Hogyha még az is oda van. Hát ez egy sikertelen akció lett ez az egész. Gyerekek, hogyha ti valaha úgy gondoljátok, hogy azt a droppotot fel akarjátok szedni ezen a mapon, ne tegyétek, mert lehetetlen. Hát sajnálom, hogy nem jött össze a dolog. Mondjuk túl sok, igazából bejártuk végül is, mert ottan végig körbe mentem és felmentem, de hogy... Nézd meg, hogy... Mindegy. Kinevelek még egyet, hát ha jobb lesz. Érzem, tökéletes lesz. Ó, ez az! Még ilyen dungeon végére miért is gondolná úgy a játék, hogy ezeknek a rohadt szemeteknek meg is kell mérgezniük? Jó, túlzzunk innen a rágba, mert áh, édes Istenem. Gyere már! Gyere, farkas úr! Miért nem követ a másik? Gyere már! De mit csinálsz? Gyere már! Meg fogok halni miattatok! Hallod, hogy mit csinál ott? Komoly? Szórakozik velem, bazd meg. Most még beleakad. Hallod? Menj már a gecibe, te szar! Milyen letörlöm ezt a szarjátékot? Ordítsál is, kérlek! Húzd még az időt! 100 életem van! Bocsánat, ezt nem így terveztem. Éppen túléltem. 51 életem maradt. Ezt
ezt a kutyát hazamegyek és megnevelem. Jóban, kérlek szépen ne haragudjatok amiatt, amiért itten rage-eltem a végén, de egyszerűen picit felmérgelt a játék és már majdnem ott voltam, durrom neki az Alt F4-et és letörlöm, de nem fogom letörölni. Hát ebbe a dungeonbe még egyszer vissza fogok jönni. Vagy így, vagy úgy, szerintem egy live keretein belül, és megbosszulom. Amíg nem találok olyan lootot, ami nekem való, amiért megérte ott most meghalni, addig egyszerűen nem tágítok el. Ott van még egy Rex, azt is megöljük a picsába. Na bocsáss meg még egyszer, kérlek a rés dologért, viszont most már elköszönök. Ne felejtsd el, kérlek akkor az eventel per versennyel kapcsolatban leírni a véleményed, illetve azt, hogyha van ezzel kapcsolatban valami ötleted, akkor azt is. Ha így is tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, és ha szeretnéd követni a sorozatot, akkor durogtasd meg azt a feliratkozás gombot is, és hogy kapj értesítést, a kis csengőről se feledkezz meg. A következő résszel hamarosan jelentkezem, addig is legyél jó, és ne rage-elj, mint én. Köszönöm szépen a figyelmedet, Csipesz voltam, sziasztok!